pedig folytassuk paradicsommal, abban kálium van, ha jól tudom, és leégés ellen is jó, a kozmetikában arra használják. Általában ha arcpakolásról van szó, igen, de most máshova pakoljuk a paradicsomot. Általában a szabad földön terem, de most van erre egy ellenpéldánk, nézzék csak! A Lánchíd Budapest egyik jelképe. Minden turista ismeri. Nálunk járva legalább egyszer át is sétálnak rajta. Mi magyarok pedig tudjuk, hogy ez a legelső állandó hidunk Buda és Pest között. Egy napsütéses őszi napon rajta ballagva olyan, mintha a paradicsomban lennénk. Szikrázó napban láthatjuk a budai várat, a Duna vizén csillámokban visszaverődő napsugarakat, no és egy paradicsomot. Igen, egy paradicsomot a Lánchídon. Furcsa jelenség, de higgyék el, létezik. A jelenség az nem ismeretlen, úgy szoktuk ezt nevezni, hogy résnövények. Ennek a jelenségnek a lényege, hogy bizonyos betonfelületek között a városban vagy épületeken bárhol egy kis por megmarad, az nedvességet kap, oda bármilyen magot, többnyire széllel terjedő magot befúj a szél, kedvező körülmények között ezek a növények kicsiráznak és ott ragyogóan meg tudnak élni. Igen, ám, de paradicsommal eddig még nem találkoztunk, és azon gondolkodtam, hogy ez hogyan történhetett meg. Hát, hogyha jobban szemügyre veszük így a Lánchíd alsóbb építményét, illetve szerkezetét, akkor azt láthatjuk, hogy hát itt a galambok szívesen tanyáznak, és valószínűleg az történhetett, hogy egy galamb vagy valamilyen madár, valószínűleg galamb, ehetett valahol egy ilyen paradicsomot, mondjuk egy gyorsétteremnek a szemeteséből ezt kikaparhatta, itt elvégezte a dolgát, és gyakorlatilag a magas pedig megmaradt és kihajtott. Vagy pedig a másik lehetőség, hogy egy turista erre járt, és mondjuk könnyelműen nem törődő módon a paradicsomját, egy szelet paradicsomot mondjuk a szenücséből kidobta, és ugyanaz történt, mint a természetben, hogy a termés az teljesen elrohadt, és a mag az pedig nem száradt ki, hanem kedvező életkörülményekre talált, besorolódott ebbe a résbe, ahol por, piszok, egyéb ilyen moha, illetve szerves maradványoknál szépen ki tudott hajtani. Ez egy olyan 2-3 hónapja lehet itt. Ha ez most Budapest egy másik külső kerületében van, ez valószínűleg mostanra már elfogyott volna, hiszen azért most már gyakoriak a talajmenti fagyok, azért már ezen a növényen is látszanak fagyási sérülések, de igazából itt egy hatalmas vízfelület van, aminek hát fantasztikus párolgása van, és ugye a magasabb páratartalomnak ugye a hőkiegyenlítő hatása van, tehát igazából a Duna mentette még meg ezt a növényt a teljes kipusztulástól. A paradicsomnak a termése is zöld, nyers alakjában még tartalmaz szolanint, tehát ekkor még mérgező hatású lehet, úgyhogy ezt semmiképpen nem javaslom, hogy bárki is megegye. Meg kell várni, míg bepirosodik. Hát természetesen ez a tő valószínűleg már nem fog a termése bepirosodni. Mennyi ideje van még ennek a paradicsomnak? Szerintem már csak napok vannak hátra ennek a paradicsomnak az életéből, mert az rendben van, hogy itt van a Dunának ez a hőkiegyenlítő hatása, de hát én azt gondolom, hogy azért most már pár héten belül, vagy pár napon belül ez a tő teljesen el fog fagyni.